A mai napon rendezik meg a Szűcs Gergely emlékversenyt, amely egy amatőr gyermeklovas verseny. Milyen szerepe van a versenynek, illetve a lovas sportoknak a város életében? Jelentős szerepe van, és hát ugye Gergely volt az, aki évtizedeken keresztül tett ezért. Itt a megnyitóban is elmondtam, hogy itt az egykori városi volt hulladéklerakóban sikerült kialakítani ezt a szép pályát. Hát én is örülök és büszke vagyok, hogy tudtam annak idején segíteni cégvezetőként, hogy a szomszédos vízműtől mi is segítettünk neki, hogy kialakuljon ez. Nagyon fontos a lovasport, hiszen a magyar hagyományok, a magyar történelem szerves részét képezik ezek az állatok, és hát természetesen ezt is szeretnénk megőrizni. Erre szerencsére van egy olyan egyesület, a Túri Lovas Klub, aki ezt tűzte a zászlajára, hogy a lovasportot működteti, életben tartja. Hát nem egyszerű dolog, hiszen azért a mai körülmények között iszonyatosan sok anyagi erőforrást és munkát igényel, és hát nem beszélve arról, hogy a lovak gondozása is ugye mindennapos elfoglaltságot jelent. Hát a mai napon ugye mindenképpen el kell mondanom azt, hogy végtelenül sajnálom, hogy Gergely már nem lehet itt közöttünk, nagyon fiatalon itt hagyott bennünket, és hát nagyon sokat jelentett a lovasport és a hagyományaink őrzése terén, hiszen városi eseményeken, tudom azt, hogy itt a környező településeken is beöltözve huszárnak, lóval ugye emelték a rendezvények színvonalát és hangulatát, tehát nagyon sokat tett ezen a területen. De én nagyon remélem és bizakodom abban is, hogy a felesége és a Túri Lovas Klub, az Egyesület viszi tovább ezt a hagyományt, és ez a munka, ez töretlen lesz. Én nagyon bízom ebben, hogy Rózsikával erről már egyeztettünk, hogy majd az elkövetkezendő hónapok fogják megmondani, hogy hogyan tovább. Természetesen egy ilyen tragédia után nem könnyű folytatni a munkát. Mi az önkormányzat részéről tehát bízunk abban, hogy ez folytatódik, ez a szép hagyomány, folyamatosan évről évre értékes versenyeket tudnak megrendezni, és természetesen az Egyesület képviselői versenyeken tudnak majd részt venni, és akkor ez a hagyomány tovább folytatódik. Az önkormányzatunk ebben továbbra is partner lesz, és erőnkhöz mérten segíteni fogjuk őket. A cél az, hogy megmaradjon a lovasport mezőtúron, és amit még ehhez mindenképpen hozzá kell tenni, az, hogy a turisztikai területen is azért van jelentősége, hiszen a településünk turizmusát is fejleszteni szeretnénk. Ennek az egyik szerves része lehet a lovaglás is, amelyhez természetesen lovakra is szükség van. Tehát ilyen szempontból is értékes lehet és fontos lehet az ő munkájuk. Te is részt vettél a mai lovas versenyen. Mióta lovagolsz? 2 éve kezdtem el. És milyen volt a mai pálya? Mi volt a feladatod? Volt olyan, hogy 2 bója közt kellett átmenni, meg volt olyan, hogy a szlalomot, meg a szélmalomot kellett megcsinálni. És hogy sikerült ezt a feladatot teljesítened? Hibátlanul. A mai napon rendezik meg a Szűcs Gergely emlékversenyt, ez egy amatőr gyermeklovas verseny. A Szilágyi Tanya képviseletében hányan vesznek részt a mai megmérettetésen? Ide 16 lovasomat hoztam el mai napra, ez ugye a kezdőtől teljesen a nyitott versenyszámig, és 5 lóval jöttünk el ide. Eddig milyen versenyszámok zajlottak le? Eddig lement a díjlovaglás, abban 2 tanítványom indult, 3 lóval indultak, és ugye nyilván egyik tanítványom 2 lóval is indult, aztán lezajlott a kezdő, és akkor most fog jönni majd a haladó. Eddig milyen volt a pálya? Mit mondhatunk el a pálya nehézségéről? Jó, én azt mondom, jó, szeretek időn, ugye maga a talaj a homokos, tehát a lovak patájának ez tökéletes ez a talaj. Maga tehát a pályának a mérete is szerintem azt mondom, hogy erre a gyermek ügyességi versenyre ez tökéletes. Maga az ugrások, színesek, én azt mondom, hogy ez jó kis megrendezett verseny. A mai napon mezőtúron mérettették meg magukat a gyermekek, azonban legközelebb milyen versenyeken fognak még részt venni? Folyamatosan minden ebben az évben lesz még nekünk körülbelül, hát fejből nem tudom, de ilyen 7 versenyszámunk lesz még. Az azt jelenti, hogy Fegyverneken is lesz, Tiszaföldváron, akkor Örményesre is fogunk menni, akkor én úgy tudom, hogy Turkevén már volt, van még egy pár hely, most így fejből nem tudom.
És hogyha valakit érdekel a lovaglás, a lovassport, akkor milyen lehetőségei vannak nálatok? Hány éves kortól várjátok a jelentkezőket? Illetve, hogyha valakinek felnőtt korban felkeltettük az érdeklődését, akkor jelentkezhet-e hozzátok? Persze, természetesen. Korhatár nincs, tehát a legkisebb tanítványom az 4 éves, szintén versenyzett ő is. A legöregebb tanítványom, hát ugye nem tudom, valószínű, hogy én vagyok a legöregebb saját magam tanítványa, de nincs korhoz kötve. Azért jó ez a lósport tényleg, tehát akár nyugdíjas is lehet. Van olyan lovam, amit tehát nagyobb korosztálynak is. Most vásároltam éppen egy-két hete egy fedező, mint ami Magyarország elitményei közé tartozik. Azzal idén szeretnék versenyezni is, jobban mondva fedeztetni. Aztán az kimondottan olyan lovasoknak való, akik ugye már haladóbbak. Aztán van 2-3 olyan nagyon nyugodt lovam, van egy öreg lovacskám, ami nagyon régóta az enyém, az meg kimondottan tényleg az ilyen 4-5-6 éves gyerekeknek szánom, meg ugye maga a ló is annyira nyugodt, jó fej, hogy vigyáz a gyerekekre. És ugye én nekem van itt mezőtúr mellett egy lovardám, tehát ott várom szeretettel a lovasokat.